Sziasztok! Megérkeztem a májusi Bullet Journal videóval, és ezzel együtt egy újabb matrica kollekcióval. Májusra vadvirágos matricákat terveztem, ezért, ahogy szoktam, a Budzsó első oldalára a hónap témájához illő idézetet írtam. A második oldal mindig egy hónap összefoglaló, ahova felírom a hónap nevét, egy havi naptárat és a négy főbb holdállást. A következő két oldal szintén, ahogy szokásosan, egy összefoglaló táblázat a havi eseményeknek, és ahogy áprilisban Emily került a sportolás megfigyelője. Ehhez mindig készítek egy naptárat, amin tudom jelölni az aznap elvégzett mozgásformát, és egy függvényben tudom jelölni a fogyási eredményt is. Ezt általában egy nyilas vasi téppel csinálom meg, ami ez esetben az AliExpressről van. A heti tervezőkön nem igazán szoktam változtatni, csak néha kiegészítem egy-két újdonsággal. Most például egy playlisttel, vagyis egy olyan zenei listával, amiket mostanában szeretek. Ja, és most kedvem volt festeni is, ezért a májusi teli holdat, vagyis másik nevén a virágholdat megfestettem, és különböző szárított virágokkal díszítettem. Remélem tetszik az összeállítás és a matricák is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videóm, és ezt nem szoktam mostanában mondani, de nagyon örülök egy like-nak a videóra, vagy egy feliratkozásnak a csatornámra. További szép napot nektek, sziasztok!